Jó estét kívánok, ez az aktuális. A környezetvédelem és a művészeti nevelés kapott főszerepet a Ficsak táborban, amelynek helyszínéül a Sikonyi út 3 adott otthont. Az egyhetes tábor zárásán lehetett megtekinteni a gyerekek munkáit és alkotásait. A programban részt vett Bai Miklós Zoltán BMZ is. Vele úgy találkozhattak a résztvevők, mint művészeti vezető. Pedagógiájának módszertanáról fogunk beszélgetni, és ismeretségünk révén tegeződni fogunk. Szia, köszöntelek a stúdióban. Szia, hello. Ugye most a Fiatal Családosok Klubja Békés Csaba Alapítvány nyári táborán egyik elem volt a Miki bácsi festőműhelye is. Itt voltál legutóbb. Milyen rezgéseket éreztél a gyerekek részéről a foglalkozáson? Én hetente kétszer voltam ott, tehát két délelőtt, de azért a hét közepén, tehát többször bementem az épületbe, az udvarra, találkoztam velük. Hát én nagyon, nagyon jóban vagyok a gyerekekkel. Már a kezdetnél is, persze minden közösségben vannak olyan kicsit félénkebbek, kicsit visszahúzódóbbak, de ez nagyon hamar feloldódik, és én nagyon jól éreztem magam velük, és hát minden ember palánta tulajdonképpen egy csoda. És ez az egyik alapállásom, és ezekkel a csodákkal töltöttem el két délelőttet. Ugye most kicsit a Miki bácsi festőműhely módszertanáról beszélgessünk, hogy te mire figyelsz a művészeti oktatásban? Milyen szempontjaid vannak? Hát az egyik legfontosabb dolog, hogy nem oktatok. És induljunk egy kicsit, körülírom, ha belegondolunk, hogy milyen élmények maradnak meg leginkább bennünk, milyen tudás marad meg bennünk még, amelyik élményekhez kötődnek, tehát megélünk valamit. És az a fajta tudásátadás, ami mondjuk előírom, hogy elolvassa, vagy elmondom frontálisan, ott nincs személyes élmény. Ott egyfajta kötelességtudat indul be az ember palántáinkban. Hát már akkor is elég jól beindul, már azért a szocializáció a bölcsődében és az óvodában elkezdődik, nincs ezzel semmi probléma, hogyha megmarad az a szint, és ez mondjuk pedagógus függő, hogy a gyerek jól érzi magát. A legfontosabb az, hogy a gyerek ne érezze magát feszélyezve, és mivel hogy az életünk során gyakorlatilag állandóan előbb-utóbb elvárásoknak kell megfelelnünk, ezért nagyon fontos, hogy visszakerüljünk abba a szent áldott pillanatba, amit kicsi gyerekkorunktól megélhetünk, amikor nincs ilyen elvárás, csak a felfedezés maga az öröme, és akkor ki tudunk kerülni ebből a fizikai téridőből egy áldott időben. És ez, ha belegondolunk, hogy milyen szép szabadon rajzol egy kisgyermek még a kezé, minden gyereknek kezébe adunk egy papírt, néhány eszközt, és el van fél órákig, órákig. Nagyon érdekes, hogy aztán az óvodás közép és felső tagozatnál kezdve ez a varázslat úgymond egyfajta megfelelés miatt korlátozódik. Tehát nem figyeli, hogy mit mond a felnőtt, hogy jó az, vagy nem jó. No, az alapvető lényeg az, és akkor most néhány embert meg kell, hogy említsek, mert ez a fajta hozzáállás, az egyik mesterem tulajdonképpen a Vágréti János bácsi, akivel több tábort vezettem együtt, dolgoztunk együtt, és mindig, tehát ő neki egy alapállása volt, hogy nagyon fontos, Miklós, hogy elfogadjon a gyerek, és érezze, hogy szereted. És hát különböző képességű gyerekek vannak, mostanában elég sok olyan pont, ezek a megfelelési kényszerek és egyebek szinte egy ilyen ellendacot váltottak ki, nagyon sok a sajátos nevelési igényű gyermek és az egyéb gondokkal küzdő, és mindegyikhez úgy kell hozzáállni, hogy egyből le kell csekkolnod, hogy most ő ki. Tudod? És ha megtalált hozzá a kulcsot, akkor tudják, hogy ebbe a bácsiba meg lehet bízni. Tehát ez nem akar olyat kérni tőlünk, ami nem. És hát a Vágréti János módszere
A másik ismertebb, hát ebben az évben hunyt el, Molnár V. József, hát sokan ismerik. Neki rengeteg tanulmánya és könyve is van azzal kapcsolatban, elemzi a gyermekrajzokat, dolgozott óvodás óvónőkkel együtt, és a Molnár V. Józsefnek az egyik alapvető ilyen jó tanácsa, hogy biztosítsuk a gyermekeknek a szabad önfelett alkotási eszköz és tárgyi lehetőségeket. Ebben minden benne van. Tehát gyakorlatilag, hogy kérdezted, hogy hát ez az alapállás. És az, hogy legyen élményük, legyen felfedezésük. És ezekhez használok mondjuk ilyen oldó, a táborokban vannak oldó gyakorlatok. Az teljesen más mondjuk, hogyha egy gyereknapon vagy egyéb helyen, ott nincs lehetőség ezekre az ilyen szoros kapcsolatokra. De van az első gyakorlat, mivel maga a vizualitás az egy olyan dolog, hogy a kimondott szó is lehet vizuális, ha el tudjuk képzelni. Na most ahhoz, hogy attól a látvány illúziótól, ami körülvesz bennünket, el tudjon a gyerek, vissza tudjon szakadni abba a gyermeki önfelett, én úgy mondom, hogy szent állapotba, ahhoz az kell, hogy a lelke és az agya, tehát olyan szabadságot érjen el, hogy merjen elképzelni dolgokat. Tehát már mindig megkérdezik, hogy mi a téma. Majd kiderül, ne foglalkozz vele, majd lesz téma. Ezt azért mondom, mert ahogy elkezdődik a munka, már a festék, és hogyha a gyerek szabadon tud játszani, akkor az anya kommunikál vele. Tehát gyakorlatilag a színek és a formák hozzá kell, de az beavató előjátékok. Hát az egyik, ugye az irodalom, nagyon sokáig, meg most is használom a Vörös Sándor különböző versikéit, mondókáit, amelyek azért egyrészt a ritmusukban is, meg egyébként is felszabadítják. Tehát nem ilyen konkrét leírások vannak benne, megnevezések, hanem azért el kell engedni, hát el kell képzelni Bóbitát is mondjuk, hogy ott alszik, aztán kétségbeesik az elmát. De hogy ezen kívül van egy nagyon, a táborokban, ugye, hogy megfigyeljük, több táborban vagyok ilyenkor nyáron, és egyrészt ez kötődik a Ficsakhoz, tehát mint vendég festékkel gyerekeket dolgozni hagyó ember, és van a másik, a Gaston könyvek, nagyon jónak tartom a Gaston érzelmei, most pont a türelmetlen vagyot hoztam el, és azt kell tudni, hogy ez egy kis egyszarú jószág, ez a Gaston, akinek az a különlegessége, hogy a szivárvány színeibe változik a sörénye, hogyha nagyon boldog, akkor a szivárvány teljes színeit mutatja. De hogyha valami érzelmi dolog éri, akkor ha kinyitod a könyvet, már az elején fogsz találni olyat, hogy színek a különböző érzelmi hangulatokhoz színek társulnak. Tehát, hogy mikor, milyen a hangulatunk, mondjuk féltékenyek vagyunk, rosszkedvűek vagyunk, hisztisek, bánatosak, jókedvűek, szerelmesek. Tehát van egy csomó érzelem, amit feldolgozott ez a sorozat, mindenkinek ajánlom. Gyakorlatilag egy körjáték folyamán, ahol elő mondókákkal, pontosabban kiszámolókkal választják ki egymás közül, hogy ki lesz az, aki megpörgeti a varázstúrst, ez általában rózsaszín vagy narancssárga. És akkor gyakorlatilag végig megyünk a színeken, aztán eljutunk az érzelmekhez, van egy ilyen kommunikáció, mindenkinek a érzelme. Gyakorlatilag már ebből a játékból kiderül, hogy melyik gyerek a kommunak, tehát hogy majdnem kimondtam, igen. De akinek sikerül jobban kommunikálnia? Így van, így van, hogy és akkor melyik az árkózottabb, melyik nem érti teljes mértékben azt, amit az ember mond, annak segíteni kell. És mert azért egy ilyen közösségben, alkalmi közösségben, mondom, rengeteg féle képességű gyerek van, mint ahogy egy osztályban is, vagy egy óvodás csoportban is, tehát sokféle gyermek van, és azért, mindenkire azért kell mindenkire úgy figyelni,
És azért használom ezt a kört, mert hogy gyakorlatilag én forgok velük, tehát mindenkivel szemkontaktust és egyéb kontaktust kördök, miközben elmesélem Gaston történetét, meséjét, és aztán, mikor már ezt elmondtam, már lehet érezni, hogy azért egy ilyen mesélő történet is a nagyobb bacskáknak ugye unalmas. Pont, bocsánat, bele is válok a szavadba, de a gondolatodhoz kapcsolódik szerintem, hogy mi van abban az esetben, pont a könyv címe is Türelmetlen vagyok, aki egy kicsit nagyobb kihívás jelent a gyermekek körében. Őt hogy lehet elnyerni a bizalmát? Hogy lehet lekötni egyáltalán? Hát a feladatot azt neki. De más jellegű feladat? Mi a különbség a feladat és feladat hát, között? Olyan feladatot adsz neki, ahol egyrészt megszólítod, tehát az nagyon fontos, mondom így, hogy kontaktusba kerülj vele, akkor felépül a híd közötted. Érzi, hogy nem akarsz neki rosszat, hogyha nagyon távolságtartó, tehát el akar menekülni, bújni, akkor hagyni kell. Tehát nem szabad erőltetni ezt a dolgot, és ez is erősíti a bizalmat. Jé, ez a bácsi, ez nem akar engem ide kivonszolni, érted? Tehát, hogy csináljam. Mindig az első, ezek egy kicsit most így kalandozok, szörfölök, hogy az első olyan dolog, hogy a csoportban mindig mondják, 10 éves kor fölött jelentkezik ez általában, van mindig egy, én nem festek. Nagyon helyes. Ezzel nem tud mit kezdeni. Igen, nagyon, nehogy fessél. Na, jó, akkor ő nem fest. Mondják többen, én se festek, nagyon jó, na végre egy normális csapat, hogy nem kell annyi festéket kimérni. Tehát, és akkor elindul, és visszatérve az ilyen kisgyermekekre, például ez a varázstubus pörgetés, ez nem okoz különösebb kihívást, mert egyrészt megmutatom, és az, hogy ő megcsinálja, és látszik, hogy a többi gyerek ráfigyel, már eleve ez egy öröm, tehát ez siker, az a lényeg, mindig legyen sikerélmény. Tehát a pozitív megerősítés a legfontosabb, hogy a élménye legyen, amit az elején a beszélgetésnek hangsúlyoztam, és kiemeltem, tehát, hogy megélt élmény legyen, hogy lám, én ezt meg tudtam csinálni. Kaptam egy feladatot, és megoldottam. Hát milyen ügyes vagyok. És hogy innét kezdve, ha már tudatosul benne, hogy ő ügyes, akkor ügyes. Tehát akkor szedjük össze, ugye, hogyha a módszertanodat kellene összefoglalni, 3 jellemzőt kellene mondanod, akkor mi lenne az mondjuk egy szülőnek, ha éppen beszélgetnél erről? Szerintem azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a bizalom elnyerése. Meg kell teremteni a lehetőséget a gyermeknek, ez az eszköz, helyszín és személy. Tehát, hogy elfogadjon téged és a szeretet. És az, hogy felold azt a gátlást, ami esetleg, főleg amikor először találkozik az emberrel. A második alkalommal már nem nagyon van ilyen. Ez azért volt jó a Ficsök tábor, mert nem csak egy nap voltam, egy délelőtt, hanem egy másik délelőtt is. Ezért ketté is választottam a programot. Az első alkalommal mondjuk úgy, hogy hagyományos festés volt, tehát képeket festettek, és a második alkalommal, amit nagyon-nagyon szeretnek azok a gyermekek is, akik elhitték magukról, hogy ők nem tudnak festeni, mert nem érték pozitív élmények a manuális készségeikkel és egyébben kapcsolatban, és hát nem tudtak olyan szép falgömböt rajzolni, vagy nem tudom mit, amit ott az adott közösség elvált, és ezért ezt a gátást kell majd feloldani. Na most ilyenkor én olyan dolgokról is mesélek a gyerekeknek, amit majd később középiskolás vagy egyetemista korukban fognak hallani, mert mint ahogy szerintem gyermekirodalom sincs, mert a Vörös Sándor sem gyermekirodalom, hanem jó irodalom. Tehát és kreatív irodalom. És ezért a második foglalkozáson itt is, ahol csak egy helyen, egy nap voltam, ott beleépítettem külön azokba a gyerekekbe, akik nem akartak festeni, hogy van. Beszélek arról, hogy volt egy képzőművész, úgy volt azonnal a neve amerikai Jackson Pollock,
már meghalt, és akkor az ő nevéhez kötődik az, hogy lehet a festéket nem csak ecsettel festeni, lehet szabadon önteni, csurgatni. És nagyon érdekes élmények bennünket érnek ilyenkor, mert megfigyelhetjük, hogy a színek hogyan viselkednek egymással. Mert teljesen másképp viselkednek, mint mikor egy palettán összekeverjük, vagy úgymond a sűrűségük, a fémtartalmuk, vagy föltartalmuk miatt elkezdenek egymással a színek, a pigmentek kiválni. És ahogy ezek folynak a nagy lapon, ezek valami csodaszépek, és milyen jó képeket tudunk csinálni, és volt egy magyar képzőművész, és nem sorom fel mindet, amit a művészettörténetnek tarsizmusnak neveznek, és akkor Kornis Dezsőnek hívják, de van egy fiatal, most közöttünk élő képzőművész, a Bánki Ákos, aki Barcelonában él, egy táncos nővel dolgozik együtt, Budapesten is él, és ő most ugyanezzel a technikával óriási nagy képeket fest, és ezek neves galériákban láthatók. Tehát gyakorlatilag, és akkor van az első kis gátlás, hogy öntsen rá, igen. És akkor utána mindegyik belejön, a nem festők jönnek, hogy én is csinálhatom? Hát biztos, hogy ja, mondom, ez nem festés, tudod, persze. Ez ilyen. Most, ha egy picit kitekintünk a pedagógiától, mint intermediális művész is ismer a közönség, jelenleg, hát, jelenleg egyébként ezen kívül még mivel foglalkozol otthon? Otthon? Hát elültettünk egy csomó makkot a nem tudom hány százezer fa Békés Csabánnal, és 60 ezer fa Békés Csabán a makkokat, és akkor gyakorlatilag ők ilyen kicsik kis fák, és most foglalkozni kell erőteljesen velük, mert hogy nagy az a száj, meg nő a gaz. Ami nem rossz nekik, mert a kalja csak olyan gaz is nő, akit üldöznek, tehát ez a parlagfű, és nem szabad neki, hogy szabadon ott szaladgáljon. Ezzel foglalkozom, mert ezen kívül szervezek, én egy ilyen vagyok. Éppen itt van előttem egy groteszk elnevezésű összeállítás, amelyben veled is találkozhatunk, illetve munkáiddal ez is. Ez egy nemzetközi kiírású pályázat, a 11. Ugye? 11. Igen. Igen. Nemzetközi kiállítás pályázat, a Kapos Art, Kaposvári Művészeti Egyesület hozta létre annak idején régen, 11 évvel ezelőtt, és most a műcsarnokkal együtt működve Budapesten a műcsarnokban van egy kiállítás, ami augusztus 28-áig megtekinthető. Többen látták már, csabaiak, tehát mondják nekem, hogy látták, és mondtam, hogy örülök. És ezen kívül egy másik válogatás, ahol több művem, itt mindenki egy képpel szerepel, kivéve néhány díjazott, a Kaposváron nyílik majd szeptember 16-án, ott három művem lesz. Itt méretkorlát volt, Kaposváron nincsen. Tehát ott nagy képek vannak, hát ez se kicsi, mert 70x100-as kis akvarell, ez, és ő látható ott. Hát ezen kívül a magán családi művészettörténeti nevelési projekt kapcsán csütörtökön megyünk Debrecenbe, a Modembe, ahol Lakner László kiállítását nézzük meg, szeptember 11-ig. Ő egy Németországban élő mű, itt egy életmű kiállítása van. Aztán augusztus 20-án megyünk Csévharasztra, ahol mint művész szakács veszek részt, csalánlevest fogok főzni. Ez egy olyan erdőben lévő esemény, ahol a szintén nemzetközi, ahol mindenki főz valamit, és ez a mű. Tehát, és hát én elhivatott csalánleveses, habár itthon nem én főztem, tehát a Koradoszki Zoli főzte régen a fesztiválokon. Hát ezen kívül van még egy nagyon fontos dolog, ami szerveződik, és Jankai Apartman Art nevű esemény. Itt Timár Ella, a Jankai Közalapítvány elnöke kért föl engem, hogy szervezzek fiatal művészeknek egy olyan tábort, ahol a apartman udvarán a kerítésen egy éven keresztül lesznek látható művek, és ez meg is történik. Augusztus utolsó hetében indul, de majd a programot
hirdetjük, és hát Básmai Gábor, dr. Básmai Gábor mondja majd a köszöntő beszédet a művészeknek, és minden este két művész egy workshop formájában bemutatkozik a Békés Csabai közönségnek. Remélem, hogy erről is tudunk majd beszélgetni a következő magazin beszélgetésünk során. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én a lehetőséget. Ez volt az Aktuális. Legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!